Jó napot kívánok, tisztelt házelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Régen láttuk egymást, és jó érzés végre együtt lenni. Tavaly ilyenkor a koronavírus járvány miatt elmaradt a szokásos találkozónk. Nagy is a kísértés, hogy átadjuk magunkat a viszontlátás örömének, pedig komoly dolgokról kell ma beszélnünk, elvégre 50 nappal vagyunk a választás előtt. Egy ország értékelőre készülve mindig két dologgal kell tisztában lennünk. Kik vagyunk mi, és miről akarunk beszélni. Ez a mi közösségünknek eddig nem okozott problémát. Nekem személy szerint sem, elvégre az ember 16 ellenzékben és 16 kormányon töltött év után, 5 gyerekkel és 5 unokával a háta mögött már igazán tisztában lehet azzal, hogy kicsoda is ő. De az is lehet, hogy ez egy stratégia. Egy új politikai stratégia. Vérig sérteni az embereket. Gúnyolódni a fogyatékkal élőkön, belegyalogolni a vidékiekbe, fenyegetni a nyugdíjasokat és lenézni a nőket. Ember emlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal. Az ember nem hisz a fülének. Ha ez stratégia, akkor viszont világszabadalom. De Gaulle-nak lehet igaza, beszélni mindenki tud, a vezető viszont azt is tudja, mikor hallgasson. Akárhogy is, kínos. Nem kicsit, nagyon. Még nekünk. Most már csak az a kérdés maradt, kedves barátaim, hogy miről fogok ma beszélni. Hazamegy a gyerek a miséről. Mi volt, kérdik tőle? Hát a szokásos. Beszélt a pap. Miről beszélt? A bűnről. És mit mondott? Ellenezte. Így vagyok a mondókámmal, ma délután én is. Csak a szokásos. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. De mi az előre és mi a hátra? Ez egyszerűnek tűnik, de mi az előre és mi a hátra? Nos, erről fogok ma beszélni. Tisztelt hölgyeim és uraim, önök is átélték, két nehéz évet hagytunk magunk mögött. Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, brüsszeli birodalmi düh kitörések, a hidegháború hűvös lehelete a tarkonkon, és a háború nyugtalanító árnyéka Kelet- és Közép-Európa fölött. Ebben a helyzetben kellett megszerveznünk a koronavírus elleni védekezést. Ebben a helyzetben kellett újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek. Ez így együtt még gombócból is sok, nemhogy feladatból. Köszönet az emberfeletti munkáért az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, az oltási kampányok szervezőinek, az operatív törzs munkatársainak. Köszönet Áder János elnök úrnak és feleségének azért a munkáért, amivel a járványban árván maradt gyerekeket segítik. Köszönjük, ezt is köszönjük, elnök úr! Barátaim, egy ilyen semmiből lecsapó világjárvány terhelés próba is. Aféle stressz teszt. Mindannyiunkat nyomás alá helyez. Nyomáspróba aláveti az országok politikáját és gazdaságát is. Önök is láthatták, a magyar állam derekasan állt a sarat. A parlament végig ülésezett, megadta a kormánynak a sikeres védekezéshez szükséges mozgásteret és eszközöket, és közben ellenőrzés alatt is tartotta a helyzetet. A járványügyi hatóságok, a kórházak, az oly sokszor méltatlanul lesajnált és lebecsült magyar egészségügy kiemelkedően teljesített, az államigazgatás, a rendőrök és a katonák összehangoltan, gyorsan, fegyelmezetten dolgoztak. A kormány egységes és higgadt maradt,
az ország cselekvő képessége egy pillanatig sem forgott veszélyben, vagyis a 2011-ben bevezetett új alkotmányos államvezetési rend jól vizsgázott. Európában egymás után estek el a kormányok, szétestek a koalíciók, követhetetlenül változtak a szabályok, és tüntetők ezreit karhatalommal fékezték meg. Az emberek bizalma lassan, de biztosan elpárolgott. Nálunk nem történt semmi ilyesmi. Itthon sikerült megőrizni, sőt megerősíteni a közbizalmat, mert az emberek többsége szerint Magyarország jól védekezett. Arról is beszélni kell, mert az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Magyarországra nem csak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt. Amikor zárni kellett, nyitást követeltek. Amikor nyitni kellett, akkor zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek. Barátaim, ez súlyos felelőtlenség, vagy még ennél is több. Ne óckodjunk az erős szavaktól. Halálos világjárvány idején a családok millióinak félelmét kormánybuktatásra kihasználni minden ítélőszék előtt védhetetlen cselekedet. Mind a kettőnek el is jön majd az ideje, az egyik április 3-án, a másik pedig a Jóisten rendelése szerint. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! "2010 óta nem csak az államot szerveztük át, de építettünk egy új magyar gazdaságot is. Most ez is vizsgázott. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy segély helyett munkát adunk az embereknek. Aki dolgozni akar, annak van munka. A vírusjárvány ellenére még soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon a rendszerváltás óta. Több mint 1 millióval dolgoznak többen, mint a Gyurcsány kormány idején. Ráadásul nem is akármilyen színvonalon dolgoznak, mert nekünk nemzetközi piacokon is eladható, versenyképes árukat és szolgáltatásokat kell termelnünk. Ez létkérdés, mert ezek külföldi értékesítésére, vagyis az exportra támaszkodó gazdaságot építettünk fel. Tavaly sikerült egy újabb brutális rekordot döntenünk. Magyarország export teljesítménye 119 milliárd euróra nőtt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lakosságszám tekintetében a 95-ek vagyunk a világon, de export teljesítményünk a 34. legnagyobb, az egyfőre jutó export tekintetében pedig már 27-ek vagyunk. Ízlelgessük. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy a kulcs ágazatokat magyarosítjuk. Ezért a külföldi tulajdont 50% alá szorítjuk a bankrendszerben, a médiában és az energiaszektorban is. Emlékeztetnék mindenkit, a bankoknál 60, a médiában 66, az energiaszektorban pedig 71%-ról indultunk, de mára mindenhol többségbe került a magyar tulajdon. A koronajárvány idején is meg tudtuk tartani azt, amit magyar kézbe vettünk, sőt folytattuk a kulcsvállalatok visszavételét, ezúttal a tiszántúli gáz- és áramszolgáltató került sorra. A kuruc részek már szabadok, most pannónia következik. Válság ide vagy oda, folytattuk, sőt felturbóztuk a magyar tőke külföldi befektetéseit. Talán emlékeznek rá, azt már korábban eldöntöttük, hogy amennyi profitot kivisznek Magyarországról az itt működő külföldi vállalatok, annyi profitot kell hazahozniuk a külföldön működő magyar cégeknek. Így és csak így lehet egyensúlyban tartani a magyar gazdaságot. Ez ugyan még odébb van,
de a járvány alatt sem fordultunk vissza, előre mentünk és nem hátra. A MOL terjeszkedik, Lengyelországban is vásárolt 417 benzinkutat. Az OTP ott van az egész Balkánon. Magyar vállalat építheti a 270 millió lakosú Indonézia útdíj rendszerét. Csehországban a magyar villamos művek 1 millió 600 ezer fogyasztót lát el energiával. De van már magyar baromfi feldolgozó Vietnámban, takarmány, üzem és gumi bitumen gyár Oroszországban, és magyar tulajdonú távközlési cég Albániában és Montenegróban is. Hajrá Magyarország! Ez nem kevés. Ez nem kevés, de én a magyar gazdaság válság alatti legnagyobb teljesítményének azt tartom, hogy a járvány alatt a családoknál sem kellett behúzni a kéziféket. Sőt, megkezdődött a 25 év alattiak adómentessége, a családok készhez vehetik az adóvisszatérítéseiket, és a 13. havi nyugdíj is megérkezett a napokban. A 13. havi nyugdíj nem csak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány bajnai kormány elvett. Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. 12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal történelmi bűnét jóvá tegyük. Becsüljük meg. A külhoni magyarok is megtapasztalhatták, hogy nem csak napsütésben, de baj idején is hozzánk tartoznak. Az ő programjaikat is folytattuk, a határon túl már 170 új óvodát építettünk, és 790-et újítottunk föl. Hajrá magyarok! És amint 2010 óta mindig, a válság alatt is a saját utunkat jártuk, a gazdaság újraindításához nem a brüsszeli recepteket, hanem a Matolcsi Vargaféle gyógymódot alkalmaztuk. Nem a fékre léptünk, nem húzódtunk fedezékbe, hanem kanyarban is bátran előztünk. Kockázatot vállaltunk. A kockázat mértéke nem volt csekély. De tudják, igazság szerint sohasem az. A gazdaság politikában a tutisták előbb-utóbb mindig a sor végén kötnek ki. Olyan ez, mint a biciklizés. Ha nem tekered, eldől. Hát, ez nem dőlt el. 2021-ben már 7%-kal növekedtünk, és bőven ledolgoztuk a járvány miatti visszaesést. Egy évértékelőn, bármilyen száraz is, hölgyeim és uraim, a számok nyelvén is beszélni kell. Az államadósságot sikerült 80% alatt tartani, és az év végére 77%-ra szorítjuk vissza. Közben Franciaország államadósága 115-re, a spanyoloké 120-ra, az olaszoké pedig 154%-ra nőtt. És az is megtörtént, amit kevesen gondoltak volna, én például biztosan nem, Ausztria államadósága megelőzte Magyarországét. A járvány ellenére a minimál bér 2022-ben 20%-kal nő, a munkát terhelő adók pedig 4%-kal csökkennek. Tető alá hoztuk a nagy nemzeti megállapodást, amely magában foglalta a szakszervezeteket, a munkaadókat, a kormányt és a megállapodást szentesítő parlamentet is. Kivéve persze a baloldalt, amely semmit sem szavazott meg. Arra kérem önöket, hogy a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbéremelést. Nem szavazta meg a családi adóvisszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket. Kérem, emlékezzenek arra is,
Kérem, emlékezzenek arra is, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány egészen más utat járt, mint mi. Ők hátrafelé mentek. Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egy havi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét és fizetőssé tették az egészségügyet is. Kétszeresére emelték a villamosenergia, háromszorosára a lakossági földgáz árát. De jön még a kutyára dér, most április 3-án önök nyújthatják be nekik a számlát. Summa-summarum, kellő szerénységgel, de magabiztosan mondhatjuk, hogy mi a járvány idején sem adtuk fel a céljainkat, ezért Magyarország a mostani válságból erősebben jön ki, mint ahogy oda belementünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami a jövőt illeti, súlyos kérdések jönnek szembe. Lesz-e háború? Lesz-e pénz? Lesz-e újabb járvány? Lesz-e újabb migrációs hullám? Lesz-e háború? Most mindenki erről beszél. A helyzet komoly és törékeny. Önök is ismerik a térképet. Magyarországot instabil régiók veszik körül. Nyugat-Balkán és Ukrajna. A Balkánon ott vannak a nagyfiúk is. Egyesült Államok, Európai Unió, Oroszország, törökök. És mindez a mi határainknál. Ne feledjük, Bosznia 70 kilométerre van Magyarország déli határaitól, és ma is 665 magyar katona állomásozik a Balkánon. A Balkán megbékítésének és megnyugtatásának receptje egyszerű. Gyors EU-tagság, kiegyezés Szerbiával és Európai Uniós Marshall-terv. Kár, hogy nem ez történik. Ennél azonban sürgetőbb Oroszország és Ukrajna konfliktusa. Magyarország érdekei itt is világosak. Legelőször is el kell kerülni a háborút. Ezt nem csak a humánum, hanem a magyar érdek is mondatja velünk. Gondoljanak bele, háború esetén 100 000 szám, akár milliós nagyságrendben érkeznének menekültek Ukrajnából, és ez alapjaiban rajzolná át Magyarország politikai és gazdasági helyzetét. Emlékezzenek, a 90-es években a volt jugoszláv területekről érkeztek több tízezren, és az sem volt könnyű. Ukrajnából sokkal többen jönnének, alig hanem a visszatérés reménye nélkül. Mi a békéért dolgozunk, de természetesen a kijelölt állami szervek megkezdték a felkészülést. Háborús végkifejlet esetén is rendelkezünk megfelelő forgatókönyvvel és akciótervel. Hölgyeim és Uraim, Magyarország méretéből, katonai és gazdasági erejéből fakadóan nem vagyunk képesek döntő vagy akárcsak mellőzhetetlen befolyást gyakorolni az Európai Unió, a Nyugat és Oroszország kapcsolataira. De ez nem ok a tétlenségre. Nyílt lapokkal játszunk, és sohasem rejtettük véka alá, hogy Brüsszel stratégiáját elhibázottnak, az Oroszország elleni szankciókat pedig zsákutcának látjuk. Meggyőződésem, hogy az Oroszországgal való gazdasági együttműködés nélkül Európa továbbra is vérszegény és sápatag. Az együttműködéstől elzárkózni, a hatalmas gazdasági lehetőségeket teljesen átengedni a kínaiaknak stratégiai hiba. De az elmúlt években én is beláttam, hogy az Európai Unió külpolitikai irányvonalát nem tudjuk megváltoztatni, és így felesleges vitatkozás helyett inkább kidolgoztunk és működtetünk egy magyar modellt. NATO és Európai Uniós tagok vagyunk, és közben kiegyensúlyozott politikai viszonyt és gazdasági kapcsolatokat ápolunk Oroszországgal. A magyar példa bizonyítja, hogy ez lehetséges. Hölgyeim és Uraim, a háború, ha hideg, ha forró, a kelet-nyugat feszültség és konfliktusok eddig csak bajt, szenvedést és súlyos veszteséget hoztak Közép-Európának és Magyarországon. Érthető, ha nem akarunk még egyszer belelépni ebbe a folyóba.
ezért vállalkoztam békemisszióra Moszkvában. A befagyott kapcsolatok jegét fel kell törni, és utat kell nyitni a tárgyalásoknak. Igaz, hogy Magyarországnak nincs atommeghajtású jégtörőhajója, de csákányunk azért van, és néha egy repedés is elég, hogy felszínre törjön a józanész. Mindannyiunk javát szolgálja, hogy ma már az európai vezetők egymásnak adják a kilincset Moszkvában. Mi magyarok persze azt is megtanultuk, hogy a biztonság nem barátság, hanem erő kérdése. Ebből két dolog következik. Először is mindig megfelelő szélességű és mélységű területnek kell lennie Magyarország és Oroszország között. Ez ma Ukrajna, amelynek függetlensége és életképessége ezért közvetlen magyar érdek. Másodszor Európa katonai ereje legyen legalább összemérhető Oroszországéval. Amíg ez nincs így, az európai népek biztonságáról nem mi európaiak, hanem az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Ezért Magyarország támogatja, hogy európai katonai képességeket és közös véderőt alakítsunk ki. Ennek jegyében belevágtunk modern magyar hadsereget és hozzátartozó hadipart építünk. Sajnos még nem értünk el áttörést. A hadipart még össze kell kapcsolni a gazdasággal, be kell kötni az egyetemeket, kutatóintézeteket és innovációs parkokat is, és persze kellenek a fiatalok, akik készen állnak szolgálni, és ha kell, megvédeni a hazát. A most készhez vett fegyverpénz ugyan jól kifejezi a megbecsülésünket, és komoly elismerés a társadalom részéről, de önmagában nem elég. Sok munka vár még ránk. Szükségünk van saját erőre, szükségünk van saját nemzeti hadseregre. Senki, egyetlen szövetségesünk sem fogja a saját bőrét vására vinni Magyarországért, a magyarok helyett. NATO-tagság ide vagy oda, nincs olyan szövetséges a világon, aki helyettünk védené meg a hazánkat. Mellettünk, velünk talán, de helyettünk biztosan nem. Ha nem vagyunk elég erősek, akkor Magyarország nem lehet biztonságban. Clint Eastwoodtól tudjuk, ha fegyver van a közelben, jobb, ha a mi kezünkben van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lesz-e pénz? A Vaslédi azt mondta, a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből. S valóban, először magas adókkal elveszik a pénzt azoktól, akik megdolgoztak érte. Ezt gyorsan elköltik, ezért hiteleket kell felvenni, amit abból a pénzből akarnak visszafizetni, amit a még magasabb adókkal megint az emberektől vesznek el. A végén az adók is, és az adósság is az égben, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, IMF. Nincs pénz. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége. Ma azonban sok ezer milliárdnyi fejlesztés fut, a szegények száma és a szegénység mértéke csökken, a középosztály pedig erősödik. A minimálbér ma magasabb, mint az átlagbér volt a Gyurcsány és Bajnai kormány idején. Vagyis van pénz, és ha folytathatjuk a kormányzást, akkor lesz is. A vidékfejlesztésre például háromszor annyit fogunk költeni, mint eddig. A munkaalapú gazdaságban a pénz munkából lesz. Az adók alacsonyak, a jövedelmek nőnek, az emberek vásárolnak és befektetnek. Megéri dolgozni. Már tust is húzathatnánk a cigányokkal, ha nem horpasztotta volna be az európai gazdaságok oldalát az infláció, magyarul az árak emelkedése, ami köztudottan viszi a pénzt.
Az Egyesült Államokban 40 éves csúcsra 7,5%-ra futott fel, és vannak Európai Uniós országok, ahol az infláció már 10% felett jár. Nálunk is ez lenne a helyzet, ha nem védenénk folyamatosan a családokat. A rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket követelt, ezért mi nem néztük tétlenül az árak vágtatását, hanem bevezettük a 4 stop politikáját. Rezsistopp, üzemanyag árstopp, kamatstopp és élelmiszer árstopp. Ilyen 30 éve nem történt Magyarországon. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Európai Unióban az áram ára nálunk a legalacsonyabb, a gáz ára pedig a harmadik legalacsonyabb. A rezsicsökkentés működik, éppen most veszi át tőlünk Franciaország és Spanyolország. Az üzemanyag ára nálunk az 5. legalacsonyabb. Ma 480 forintot fizetünk, árstopp nélkül jóval 500 forint felett járnánk. Az árstopp itt is bevált, ezért további három hónappal meghosszabbítjuk. A kamatstopp... A kamatstopp megvédi a lakási jelzálog hitellel rendelkező családokat, az élelmiszer árstopp pedig mindenkinek, de leginkább a kispénzű embereknek segít. Hölgyeim és uraim, a rezsicsökkentés 1,5%-kal, az üzemanyag árstopp 0,5%-kal, az élelmiszer árstopp 0,9%-kal csökkenti az inflációt. Az Unió most kiadott friss jelentése szerint az infláció Magyarországon idén 5,4, jövőre 3,6% lesz, amit a béremelések mértéke jóval meghalad, és meg is fog haladni. Pénz tehát lesz, mert Magyarország a jövőben is dolgozni fog. A családtámogatásokat megőrizzük, sőt kibővítjük. Nem teszünk le arról, hogy a gyermekvállalás pénzügyi nehézség helyett inkább kedvező anyagi helyzetet teremtsen. Lesz gyerek, lesz pénz, és megvédjük a családokat. Erre van az előre. Hölgyeim és uraim! De az infláció ügyében van itt még egy bökkenő, egy fekvőrendőr, úgy hívják Brüsszel. Liberalizálták a gáz- és árampiacokat, de a hektikus kilengéseket mérséklő jogszabályokat nem dolgozták ki, és nem vezették be. Ezzel kiszolgáltatták Európát a pénzügyi spekulánsoknak. Ez súlyos hiba, mert az energiaárak felelnek az infláció 50%-áért. Óriási csatát vívtunk, hogy Brüsszel minősítse végre fenntarthatónak az atomenergiát és a földgázt. Végül sikerrel jártunk, de sok időt vesztettünk, és az árak alakítása már kicsúszott a brüsszeli bürokraták kezéből. Lépéseik elégtelenek és megkésettek, a már kialakult válságot nem oldják meg. Ezért a magas energiaárak mostani tudásunk szerint még évekig velünk maradnak. Még szerencse, pontosabban Szijjártó Péter rámenőségének és vagányságának köszönhető, hogy mi időben és jó gázszállítási szerződéseket kötöttünk az oroszokkal. Ám Brüsszelben a baj nem csökken, barátaim, hanem nő. Mentőmellény helyett most egy malomkövet kaphatunk a nyakunkba, mert egész Európában büntető adót készülnek bevezetni a lakás és gépkocsi tulajdonosokra. Abszurd, hogy a tagállamoknak a magas árak mellett még külön Brüsszellel is hadakozniuk kell. Ideje, hogy valaki kimondja. Brüsszel terve, amely az energiaárak emelésével akar védekezni a klímarombolás ellen, megbukott. Megbukott, mert tönkreteszi az európai vállalkozásokat és az európai családokat is. Zsákutca. Új terv kell. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nézzük ezek után, lesznek-e újabb járványok. A világnak ma azzal kell együtt élnie, hogy a népvándorlások kora mellé beköszöntött a járványok kora is. A járvány világméretűvé terebélyesedett, életeket követelt,
megtámadta a munkahelyeket és megbénította a világgazdaságot. Bennünket sem kímélt, de mi legalább az elsők között ébredt. Már a járvány idején megkezdtük a hazai egészségipar fejlesztését. Ma már mi gyártjuk azt, amire szükségünk van, vagy lehet egy újabb járvány idején. Maszkok, lélegeztetőgépek, gyógyászati segédeszközök. A legnagyobb falat persze a Debrecenben épülő vakcinagyár, 55 milliárd forint, amely az év végén már munkába állhat. Barátaim, azt senki sem garantálhatja, hogy a sok millió szállal összekötött globális gazdaság idején nem törhetnek ki újabb és újabb járványok. De azt garantáljuk, hogy a magyar egészségügy és gyógyszeripar, ha szükség lesz rá, teljes fegyverzetben fogadja majd az újabb járványokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és végül lesz-e újabb migráns hullám a határainknál? Nem csak lesz, van is. Naponta több százan próbálnak erőszakkal Magyarország területére lépni. Tavaly 122 ezeren, idén januárban pedig már több mint 12 ezeren. Egy ideig abban reménykedhettünk, én magam is, ha sikerül gyorsan lezárni a határainkat, a migránsok is belátják, nem érdemes a magyar határnál próbálkozniuk. Nem látták be. Ennek az lehet az oka, hogy Magyarország ugyanúgy, mint egykor, ha akarjuk, ha nem, ha tudatában vagyunk, ha nem, valójában a belső európai, leginkább német területek végvára, és a migránsok éppen oda igyekeznek. A végvárak élete sohasem volt könnyű. Eddig több mint 600 milliárd forintot költöttünk a határok megvédésére. 600 milliárd forintot. A migráns válság előtt ezt a rengeteg pénzt belepumpálhattuk a gazdaságba, vagy éppen odaadhattuk a családoknak. Ma védekezésre kell fordítanunk. Hunyadi a szultán csapatait állította meg Nándorfehérvárnál, mi pedig Soros György csapatait állítottuk meg a déli határainkon. De éppen Nándorfehérvár példájából azt is tudjuk, hogy egyetlen diadal önmagában nem old meg semmit. És Nándorfehérvártól könnyen el lehet jutni Mohácsig. A határvédelem állandó készenlétet, szívóságot és kitartást követel. Nehéz, nagyon nehéz munka. Ráadásul hátul is kell lennie a szemünknek, mert Brüsszel felől sem lehetünk nyugodtak. Ott gyülekeznek Soros György ügynökei, a 30 ezüstért mindenre kapható júdások, a nemzetállamokat ellenségnek, de legalábbis meghaladandó maradványnak tekintő írástudók, szakértők és tanácsadók siserehada, és persze a mindenben, így a migrációban is pénzt szimatoló globális tőke farkasai. Ők mind azon dolgoznak, hogy az inváziót, Európa elárasztását természetes állapotként, mint megállíthatatlan történelmi szükségszerűséget fogadtassák el velünk. Van, ahol már sikerrel jártak. Az olasz határ olyan lyukas, mint egy tésztaszűrő. A franciák feje éppen csak a víz felett. A németek pedig nemes egyszerűséggel bevándorló országgá nyilvánították magukat. Afganisztánt feladtuk. Afrikában is óriási a népességtöblet, hullámai bármikor átcsaphatnak a földközi tengeren. A keresztény Európa saját belső gyengeségei és a külső csapások ereje miatt nagy bajban van. Úgy látszik, magam is úgy látom, a latin kereszténység Európában már nem is tud megállni a saját lábán. Az ortodoxia a keleti keresztényekkel kötött szövetség nélkül alig ha éljük túl a következő évtizedeket. Ceterum censeo, Európának szüksége van a Balkán népeire. Barátaim, kérem, véssük jól az eszünkbe. A magyar védvonalak csak addig állnak a határon, amíg mi vagyunk kormányon. Gyurcsányék világossá tették, idézem,
A migránsok nem bántanak senkit. Sőt, egy-két generáció alatt ők is magyarrá válnának. Ezért az a fontos, hogy akik ide érkeznek, érezzék jól magukat. Idézet vége. Ha hagyjuk, hogy a migránspárti brüsszeli bürokraták kormányra segítsék a Gyurcsány Show egyszerre nevetséges és veszélyes szereplőit, akkor meg fogják nyitni a határokat. És ha egyszer beengedik őket, többet nem lehet visszacsinálni. Lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy még az unokáink is nyögni fogják, ha még itt lesznek egyáltalán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán itt érdemes beszélnem arról is, miért őrülünk két malomban, mi és Brüsszel, illetve a nyugat-európai értelmiségi kaszt, szakértők, politikacsinálók és véleményvezérek világa. Mert hogy két malomban őrlünk, az nem kétséges. Mást tekintünk Európa értékes hagyományának, más gondolunk a nemzetek, a nemzetállamok jövőjéről, mást a globalizációról, és most már mást gondolunk a családról is, sőt, oda jutottunk, hogy a társadalom bináris, nőre és férfire épülő szerkezetéről is más gondolunk. És ezért, ha ez így van, már pedig így van, elkerülhetetlenül másfajta jövőt képzelünk és kívánunk magunk és gyermekeink számára is. És szeretném világossá tenni, hogy mi itt nem fogunk engedni. Április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyermekeinket, az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén. Nem az együttérzésükre vágyom, de az igazság az, hogy 30 éve dolgozom velük. És úgy látom, ez a személyes megfigyelésem, hogy a különbségek mélyén az lapul, hogy mi teljesen másként éltük meg, és ezért másként is értelmezzük a hidegháború végét, mint ők a szovjetek által meg nem szállt nyugati országok, ideértve Amerikát is. Itt van az ebbe elhantolva. Arról van szó, hogy ők nem éltek diktatúrában. A szabadságot pedig, ahogy Márai mondta, örökül kapták. Mi viszont benne éltünk, mármint a diktatúrában, a szabadságot pedig nem kaptuk, hanem megharcoltunk érte. Nem becsüljük le a nyugatiak hozzájárulását. De számunkra világos, mint a nap. A hidegháborút a lengyelek, a csehek, a magyarok, a németek, a bolgárok, a románok, az észtek, lettek és litvánok nyerték meg, vagyis mi. Mi úgy tudjuk, hogy az antikommunizmus és a nemzeti eszme nyerte meg a hidegháborút azzal, hogy helyreállította a nemzetállamokat. Szerintünk a nemzet győzött az osztály felett, az Isten hit az ateizmus felett, és a magántulajdon a szocialista állami tulajdon felett. Ők valami egészen más gondolnak. Ők úgy gondolják, hogy az ő liberális demokráciájuk győzött a kommunizmus felett. Az ő fejükben most sem és akkor sem nemzetállamok, hanem a globális világ áll és állt a középpontban, amelyet globális szervezetek, intézmények és hálózatok irányítanak, és amelyet világszintű kereskedelmi és technokommunikációs hálózatok kapcsolnak össze. Ezért Soros György őszintén az ő hősük. Persze az apró sem jön rosszul. Ezért nem jutunk dűlőre a jogállam és a demokrácia ügyében sem. Mi úgy tudjuk, hogy egy alkotmányos jogállami rendszerben élünk, amit az alaptörvény világosan lefektet és véd. Az ő számukra a jogállam egy eszköz, amellyel magukhoz hasonlóvá gyúrhatnak bennünket. Ezért őket nem is érdeklik a tények, és a mi érveink se. Ők most szent háborút vívnak, egy jogállami dzsihádot. Márpedig, barátaim, a dzsiháddal szemben a szavak ritkán segítenek. Itt erőt kell mutatnunk, jöjjön hát a Reconquista.
Ugyanez a helyzet a demokráciával is. Ők a demokrácia leépítését, visszacsúszását látják, mi pedig a mindennapi életünket. Választással, népszavazással, virulens baloldali sajtóval és éles politikai vitákkal. Olyan ők, mint a nő a freudi viccben, aki menekül az őt üldöző félelmetes árny elől. Amikor az árny utoléri, a nő elhaló hangon kérdi: mit akar tőlem? Mire az árny? Én, hiszen ön álmodik engem. Így állunk hát egymással, és az igazság az, hogy nem akarunk olyanná válni, mint ők, és alig ha hihetjük, hogy ők hozzánk akarnának vissza hasonulni. Semmi értelme eltagadni a különbségeket. Ez a vita a nyugati világon belül elkerülhetetlen. A vita persze fontos, de nem a legfontosabb. Így állnak hát a dolgaink 2022 télvíz idején, 50 nappal a választás előtt. Láthatjuk, hogy a választás tétje óriási, a magyarság számára létkérdés. Pedig úgy szeretnénk már egy választást, ami nem létkérdés, hanem egyszerűen egy jó kormány megválasztásáról szól. Fájdalom, ez most nem lehetséges. Ez a választás még arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni. Tegnap Gyurcsány Ferenc be is jelentette, készen állnak a visszatérésre. És ha visszatér, vissza is visz bennünket oda, ahol egyszer már jártunk, és ahová egyetlen porcikánk sem kívánkozik. Idézzük fel, milyen csalódást okozott a fővárosiaknak Budapest új baloldali vezetése. 9 ellenzékben töltött év után kaptak egy lehetőséget, hogy megmutassák, mit tudnak. Ráadásul a kormány az ország erején felül fejleszti a fővárost. Mégis káosz, kosz, hajléktalanok és dugók. Korrupció, inkompetens vezetők, nagy képüsködés és lustaság. Gyurcsány emberei beültek a kasszába, Bajnai meg szép csendben működteti a jutalékos rendszert. És ehhez elég volt két év elfuserált baloldali kormányzás. Mindenki láthatja, ők hátra mennek, és nem előre. Persze az is igaz, hogy napsütésben és jó szelek mellett még a részek kapitány is elkormányozza a hajót. Szélcsendben pedig az is elég, ha valaki magas, vékony és szeret sokáig aludni. De erős és kavargó szélben, viharjelzés idején, higgyék el, kell a jó tengerész. És lehet, hogy nekünk szélfutta a bőrünk. Barázdált az arcunk, érdes a kézfogásunk, a modorunk sem mindig követi az udvari etikettet, és a mozgásunk sem éppen egy balettáncosé, de a hajózás a szenvedélyünk, és minden másnál jobban szeretjük a hajót, amiért felelősséggel tartozunk. Ismerjük a hullámokat, és tiszteljük a tengert. Láttunk már óriási viharokat, kormányoztunk már hatalmas szélben, és ami a legfontosabb, tudjuk, hogy merre akarunk menni. Ide is van írva elém, előre és nem hátra. Barátaim! A baloldal most azzal a blödlivel áll elő, hogy akik csatlakoznak hozzájuk, úgy hagyják maguk mögött addig életüket, mint Krisztus tanítványai a halászhálót. Ez már kérem a sokadik baloldali megváltó jelölt. Én emlékszem, Gyurcsány Ferenc is így kezdte. Engem azonban inkább egy szélhámos televíziós távgyógyítóra emlékeztetnek, aki gyógyulást ígér, de valójában csak 3:1 kínálja neked az akciós DVD-t. És amikor minden maszlagot elhittél, minden kiadványt megvásároltál, lelép a pénzeddel a Bahamákra, te meg ott maradsz,
gyógyulás nélkül, üres zsebbel, egy rakat gicses DVD-vel. Barátaim, 2010 óta...